Nemzetközi megfigyelők szerint polgárháború fenyeget Myanmarban. Mindennaposak a tüntetések a februári katonai puccsa választott vezetők őrizetbe vétele óta a dél-kelet-ázsiai országban. A hadsereg egyre brutálisabb eszközökkel, éles lőszerrel, nehéz fegyverek bevetésével folytja el a megmozdulásokat. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa a 2011-es szíriai válsághoz hasonlította a Myanmarban kialakult helyzetet. Michel Bachelet közleményében azt írta, attól tartok, Myanmar egy totális konfliktus felé tart. A nemzetközi közösség nem engedheti meg, hogy a múlt halálos hibái, ahogyan Szíriában is, megismétlődjenek. Az ENSZ arra szólította fel a huntát és a szomszédos országokat is, támogassák a rászorulók hozzáférését a humanitárius segítséghez. Egy myanmari jogvédő szervezet szerint február óta a biztonsági erők legalább 700 embert öltek meg, hétfőn egy 6 éves kislányt is, és 3000 embert vettek őrizetbe. A hadsereg szerint ugyanakkor ők arányosan lépnek fel az erőszakos tüntetőkkel szemben.